Az ifjú Indiana Jones kalandjai. Indi a szoknyavadász. Magyar hangok. Mináróvics Péter, Fazekas István, Major Melinda, Urbán Andrea, Kis Erika, Megyeri János, Pálfai Péter, Törtei Tünde, Imre István, Szűcs Sándor, Kardos Gábor. Magyar szöveg Hannibál Zsolt, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Ulman Gábor, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Csík Csaba Krisztián, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Elnézést, ülnek itt? Igen. Na és hová mentek? A mosdóba. Mindhárman? Egyszerre? Igen. De hát azért én leülnék, amíg visszajönnek. Mit csinál? Hozzá ne nyúljon! Nincs több hely, szeretnék leülni. Hogy meri? Nézd, de én csupán... Van jegyem. Tessék. Hölgyem, a csomagoknak ott fent van a helyük. Nem szeretnék még egyszer szólni. Ezt feltehetem? Hagyja ott! Maradjon a helyén! Ne próbálkozzon! Nem próbálkozom, csak fel akarom! Tudom, hogy mit akar! Maga szoknyavadász! Igen. Leesett az almám! Ne! Haladéktalanul leszállíthatom a vonatról! Várjon! Csak az almámot kerestem! Nem hiszem el! Segítség! Semmi baj. Elnézést kérek. Indiana Jones. Barátoknak Indi. Margaret Peabody. A barátaimnak Peggy. Kérelmet? New Yorkba megy? Én is. Egy barátom segít elhelyezkedni. Én is kapok munkát. A Broadway-n. Tényleg? Melyik darabban? Még nem döntöttem el. Nem hisz nekem? Dehogy nem hiszek. Csak hallottam, hogy oda nehéz bejutni. Tudom. De nekem sikerülni fog. Mint táncos? Dehogy is, nem mutogatom magam. Énekelek, elég jó hangom van. Aha, az étvágya sem éppen rossz. Sajnálom az almáját. Na, én nem is voltam éhes. Hogy vigasztalhatnám meg? Ne énekeljen nekem. Énekeljek? Itt és most? Igen. Kíváncsi vagyok rá. For it was Mary, Mary, plain as any name can be. And there was something there that sounds so square, it's a grand old name. Nagyon jó! Thank you.
étkezés szabad? Hát, búcsúznunk kell. És most láttalak utoljára? Remélem nem. Én is. Jó lenne találkozni. Igen. De New York olyan hatalmas. Nagyszerű város. Imádom. Tarts velem! Hová? Fedezzük fel a várost kettesben. Mikor kezdjük? Holnap reggel, hol laksz? A Victoria lányszállóban, de csak ma este. Holnap keresek magamnak egy panziót. Jó, segítek neked. Akkor találkozzunk 10-kor a szállodában. Tetszik az ötlet. Hé, öreg, kell a taxi? Én el is mehetek. Igen, kell a taxi. 10-kor. Ne felejtsd el. Várlak. Rossz ajtó, amigo. Ott a parti. Jól érzed magad? Mondjuk. Kik ezek itt? Írók, színészek, festők, zeneszerzők. Anarchisták, szocialisták, zűrös társaság. Ismersz valakit? Én? Nem senkit. Csak csinek egy kis ételt. Oh. Amúgy ki a buli? Az enyém. Bocsánat. Ne butáskodj, ez egy nyitott hely. Tulajdonképpen Jacksonékat keresem, de úgy tűnik, hogy nincsenek itthon. Európában vannak. Európában? Mm. Probléma? Igen, náluk kéne laknom. Ó, maradj itt, holnap majd nézel lakást. Két Mavis. És te? Indiana Jones, archeológiát tanulok. Archeológiát? Érdekes lehet. Egyiptomban tényleg istenként tisztelték a költőket? Nem egészen. De a British Múzeum egyik papírusza szerint az írnok nem fizet adót. Ő csupán az írással adózik. Ez tetszik. Írd meg az adóhivatalnak. Minden vallás a termékenységhez kötődik. A legtöbbjük igen. A legismertebb példa a görög Dionysosz kultusza. Kedves mama, a vonaton találkoztam a világ legkedvesebb fiújával. Az életnek van egy ritmusa, és a költészet ezt érezteti. Tehát a költészet szavakba önti a kort. Pontosan. A kedvenc költőd? Shakespeare. Remek. A drámáiban és a szonettjeiben ott lüktet a század, amelyben megalkotta ezeket a műveket. De ez már a modern kor. Pontosan. A mi költészetünk ezért az új évszázad ritmusát tükrözi. A gépkocsik korát. Száguldás. Sebesség. Erre még sosem gondoltam. De jó, igazad van. Rég szórakoztam ilyen jól. Én szintén. Éhes vagyok, hány óra? Nem tudom, dél körül lehet. Hol a reggeli? Reggeli?
Szóval éppen ott tartottunk, hogy... Dél? Delet mondtál? Igen, miért? Rohannom kell! Programom van! Szia, kösz! Elment, biztos? Biztosan. Miss Peabody reggel kijelentkezett. Délig maradt itt. Azt mondta, vár valakit. Aztán elment. Hagyott üzenetet vagy valamit? Semmit. Szegényke úszott a könnyekben. Nem tudja, hová ment. Nem. Én, Indi! Hello, felébresztettelek? Hány óra van? Talán úgy 3 körül lehet. Azért jöttem... Itt hagytam a cuccom. Azt reméltem, hogy esetleg... Ülj csak le! Jó, oké. Biztos, hogy nem baj. Kösz. Indi, ugye? Te meg két. A romjai. Ó, micsoda szemét domb. Esetleg segítsek rendet rakni? Jó. Ó, oh, Miss Peabody, egy fiatalember kereste önt az imént. Hagyott üzenetet? Nem. Egyedül, barátok és lakás nélkül, mint egy szomorú dalban. Nem, nem, ez nem így van. Azért nem vagyok egymagam. Oh. Egy régi ismerősöm egy harlemi étteremben játszik, úgyhogy ígért nekem munkát. És mi leszel? Pincér. Van rosszabb is. Például más emberek könyveit ismertetni. Nem költő vagy? De igen, írok a Sentinelbe, a pénz miatt. Jó, hogy van barátod. Tudod, nehéz itt egyedül. Csak nem vagy magányos. A partira gondolsz? Ezek csak ismerősök, és nem barátok. Neked van valakit? Nincs. Volt rá esély, de nem, nincs barátnőm. Most tényleg mennem kell. Még egyszer kösz mindent. Ne butáskodj, én köszönöm, csak úgy ragyog az egész lakás. Igen. Keresztül akarod cipelni egész Harlemen? Muszáj. Nagyon messze van. Miért nem hagyod itt? Itt? Igen. Tessék, ha nem lennék itthon, oké? Oké. Rendben. Kösz. Kérlek. Jossi! Sidney! Hello, Indy! Goldie! Hogy mi? Hello! Jó, Indiana Jones, a szaxis. Hello! Hello! Hogy mint? Mikor jöttél? Tegnap. Ah. Hogy vagytok?
Hát, meg vagyunk. Bár ez a hely nem egészen olyan, amilyennek elképzeltem. Figyelj, a munka, amit ígértem neked, nem igen jön össze. Ők megígérték nekem, én neked, de ennél többre nem jutottunk. Á, ne törődj vele. Nagyváros ez, majd találok valamit. Várj csak, ígértem még valamit. Megcsináltattam a kicsit. Behangoltattam az egyik haverommal. Olyan tisztán szól, mint a pacsírta. Sidney. Tudsz még játszani rajta, ugye? Tenor egy jazzbandában? Ilyet még nem hallottam. Mutassuk meg. George, oda ülnél? Azt hittem, meg se kérsz. Gyere, haver. 2, 3, 4. Muszáj neki, ő írta. Te írtad? Én bizony. George Gershwin. Na hát, Indiana Jones. Nagyon tetszett a dal. Kösz. Te is zenész vagy? Én nem. Én archeológiát szeretnék tanulni. Érdekesen játszol. Kérsz egy szivart? Nem, kösz, nem dohányzom. De eszel? Eszem. Mondhatni, éhen halok. Gyere, Mr. Sucks, is együnk. Kezdjük újra. Szóval, mi lett azzal a lánnyal a vonatról? Elszúrtam. Ostoba vagyok, pedig nagyon helyes lány volt. Soha többé nem látom. Se baj, millió lány futkos odakint. Tudom, de Peggy valahogy más. Szerelmes vagy? Ez nem szerelem. Még nem. Még alig ismertem, de elvarázsolt. Nem tudom leírni, nincs rá szó. Találj egy szót, én találok rá dallamot. Nem, George, ezt lehetetlenség dalba önteni. Lehetetlenség? Te viccelsz, csak abba lehet önteni. Kérdezz csak meg őket. Ők zeneszerzők. Ez a Timpinelli. Oké, gyere. Fiúk! A barátomnak tanácsra van szüksége. George. Égeti a lelkét a perzselő tűz. De ez nem az a tűz. Oh, there's something about love that's magic. It's tragic. It gladdens and saddens too. It's something we're falling for. Our hearts keep calling for. There's something about love we love. Nem, látod, nem ez az. Peggy egész más, ennél sokkal... Don't you mean the way she smiles? Then that's it, my boy, that's the answer. Because, you see, when my baby smiles at me, my heart goes roaming up paradise. Oh, when my baby, when
my baby smiles at me. There's a wonderful light that shines in those eyes. I sigh, I cry, it's just a bit of heaven when my baby smiles at me. Get in, Ted. Köszönöm, Mr. Lewis. Oké. De ha ez ilyen szép, miért van mégis rossz kedvem? Mert rabja vagy, fiacskám. Elvesztél. Visszahívom. Ez valami más, nagyobb ennél. Miért gondolok még mindig rá? Ennyien, Mr. Berlin. Igen. Egyszerű, mint a pofon. Ha, azért gondolsz rá, mert... Like a melody that haunts you night and day. She will leave you and then come back again. A pretty girl is just like a pretty tune. És most mi lesz? Keresek valami munkát. Menj a Globe Theaterbe. Keresd Meket. Tényleg? Nem majd segít. Kösz, György! Nincs mit, mire való egy barát. De én nem értek a show businesshez. Könnyű. Egy majomnak is menne. Oké. Kösz! Elmész? Ó, igen. Bocs, hogy felkeltettelek. Fenn voltam. Én csak rólad gondolkodtam. Hiányoztál. Te is nekem. Nem kell elmenned. Nem. Miért kéne? Botrányos 1920. Zene George Gershwin. Dolgozott már színházban? Igen, Barcelonában. Barcelona? Igen, Gyagilev orosz balettjében. Gyagilev? Át akar verni? Nem, a stábhoz tartoztam. Ezt vinjön el innen! Vigyék a színpadra! Figyelem! Csendet kérek! Mondjuk nem hallottam, amit mondott. Úgy látom, hogy maga idióta. Mi maga? Egy idióta. Így van. Nyissa ki az idióta füleit és kövesse. Olyan idióta munkát kap, amit senki sem akar elvégezni. Kávét főz, ételt hoz, felsöpri a színpadot. Rak sorba, hé! Ügyel a rendre és a tisztaságra. A színészeket felhívja a színpadra. Fényt le! És főleg... Kedves lesz velem. Igenis. Miért teszi ezt? Mert egy idióta. Így van. Ne feledje, hogy itt én vagyok az Isten. És nálam itt csupán egyetlen nagyobb Isten talál. Ki az? Énekel, táncol, producer és rendező. És a neve Mr. White! Amikor belépnek a fúvósok, a színpadra kijöhetne a... Schwartz! Kirúgom! Igen, Mr. White, köszönöm, de a számlákat... És most rendezek, Bert! Azokat rendezni kéne! A kezdő jelenet jön, hát a Scandal szerintem... Walk! Ez nagyon jól sikerül, George. Ziegfeld öngyilkos lesz. Gondolod? Garantálom. A te zenéd az én koreográfiámmal és en hangjával ki fogja nyírni a folyt. Mr. White, Miss Pennington... Mi van vele? Mr. Ziegfeld állítólag szerződést ajánlott neki.
Na és, Ann már leszerződött igen, hozzám, látod, George? Ziegfeld már most fél, pedig még be sem mutattuk a darabot. Idén mi leszünk a Broadway sztárjai, Ziegfeld meg mehet nyugdíjba. Oké, lányok, gyerünk, mutassátok meg, mit tudtok! Megkaptad a munkát? Igen, George, tényleg nagyon köszönöm. Jó, mert este elviszlek a városba. Igen? A Park Avenue-ra van meghívásom. Park Avenue? Jó buli lesz, ugye nem mondasz nemet? Sajnos nekem ehhez nincs ruhám. Itt van, parancsolj. Oké, szólok a barátnőmnek. Igen? Szóval megtaláltad, remek? Nem, ez egy másik lány. Egy másik lány? Te aztán nem vacakolsz. Hát hozd magaddal őt is. Ó, szörnye hangzik. Miért? Voltál valaha életedben a Park Avenue-n? Tudod, milyen emberek vannak ott? Nem, de hát... Az egy roppant nevetséges társaság. Biztos jó buli lesz. Buli? Egy felolvasó est helyett. Oda készülsz? Mm. Julian Dicey olvassa fel az új művét, nem hagyom ki. Rendben van. Hogy érted? Hát nem mehetsz oda egyedül most, hogy van egy... Komolyan beszélsz? Komolyan beszélsz. Milyen édesen régi módi vagy. Miért? Nem vagyunk egymáshoz kötve. Felnőttek vagyunk, akik önálló döntéseket hoznak, nem igaz? Igen, de... Én elmegyek a felolvasóestre, te pedig elmész a Park Avenue-ra, és utána mesélünk egymásnak. Biztos. Persze, te kis buta. Menj csak. Vedd a buta ruháidat, és menj el a buta partira, és butáskodj kedvedre, jó? Te is hallod? Mit? A város hangjait. Olyan, mint egy zenemű. Egy zene, aminek nincs szerzője. Ilyen zenét akarok írni. A Dudák szimfóniáját. Igen, miért ne? Amerikai zenét. Mi mindig 100 éves európai műveket másolunk. Elég volt. Peggy! Bocsánat. Semmi baj. A hölgy a barátod? Sajnos nem. Nem arra kell gondolnom, ami elveszett, hanem arra, amin van. George, kéttel kellett volna maradnom. Meg a rengeteg pesgőre. Igazad van. Nem, George, ez a lány csodálatos. Intelligens és okos. Olyan jó beszélgetni vele. És olyan intelligens. És már mondtad, gyere. Nem tudom, George. Döntsd már el végre! Mondjuk legyen 5 perc. 5 perc és elmegyek. Ha nem maradok túl soká, odaérhetek az estére. Kihagyd már egy ilyen fontos társadalmi eseményt egy felolvasásért. Nem sértődtem meg. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, de érzem, hogy nekem most ott van a helyem. Az este kellene lennem soha két oldalán. De George, ne akar meggyőzni. Maximum 5 perc. És megyek. Te jó ég. Nem említettem. Ez a hely tele van lányokkal. Ő kicsoda? Ő Gloria Schuyler. Hogy milyen ennivaló. Eltaláltad? Az apjának húsüzeme van New Jersey-ben. Jó vadászatot! Hello! Hello, Gloria! Thank you.
korán elmész? Dolgoznom is kell. Alig voltunk együtt. Este találkozunk. Hiányzol. Te is nekem. Aludj jól. Jó reggelt! Szia! Na, milyen volt? A parti milyen volt? Unalmas. És a felolvasás? Izgalmas. Baj van? Nem, csak a vers... Te írtad? Jó. Köszönöm. Ebédelj velem. Persze. Ma? Igen, Hotel Alkin egykor. Hotel Alkin, egykor. Oké. Ne! Ne! Állj! Újra! Gyorsabban! Velem! 5, 6, 7, 8! Most! Oké! Nézd fel! Mosolyt! Miss Pennington megérkezett. Oké. Pihenő. Maradjatok itt. Nézzetek meg egy igazi sztárt. Anne, drága. Elkezdhetjük a próbát. Miért ne? Nagyon gyors! And of course Prince Charming is the theme, the he for me, although I realize... Mi a baj, drágám? Ezt én nem érzem! Túl gyorsan énekli Miss Pennington. Nyugi! Gyorsan! Legyek lassabb? Igen, ez egy érzelmes dolog. De hogy lesz simis, hogyha lassabb? Ez most nem simis. Mi, hogy nem simis? Megbolondultál? Ő Anne Pennington, a simi királynője. Igen, tudom, nyugi. De... Nyugi! Nos, drágám. Nem, nem fog menni. Sajnálom, Mr. Gershwin. Ne törődj vele. Írunk neked egy sokkal jobb dalt, ugye, George? Köszönöm szépen. Nem, mi köszönjük. Ezt énekelje egy másik lány. Neki meg egyszerűen írunk valami gyorsabbat. Mr. White, a számlák! Schwartz, kirúgom. Írásba adná? Kár, pedig milyen jó dal. Kösz. De egy dalt el is kell énekelni. Milyen volt a tegnap este? Gloria. Csodálatos lány. Na és a másik? Két? Igen. Ő is csodálatos. Tehát most két lánnyal jársz? She's wonderful too. What am I gonna do? 'Cause all I can think about each lovely dame is she's wonderful.
annyira különböznek. Gloria olyan gyönyörű. Két pedig okos. Elnézést, Mr. Jones. Nem akarom zavarni, de egy hölgy vár önre. Még dél sincs. És útban van az a rohadt nagy limuzin! She's simply wonderful. Gloria! Majd visszahozom! Hé! Gloria! Ó, Mackó! Mit csinálsz te itt? Nem bírtam ki, az este még olyan messze van. De nekem most dolgoznom kellene. Ó, nem, ebédelned kell. Ó, ebéd? Ebédelnem kell. Ebéd. Drágám, ez olyan romantikus. Igen, az, de tényleg nincs sok időm. Ó, bocók. És? Hová menjünk? Azt gondoltam... Piknik! Ez nagyszerű. Olyan okos vagy. Figyelj csak, ez az ujjam volt. Horton, vigyen a Sémorisba. Már is asszonyom. Parancsoljon, asszonyom. Gondolj csak bele, előttünk az egész nyár. Hétvége Long Islanden, vitorlázással. Szerintem csodálatos lesz. Dolgoznom kell. Nekem meg vásárolnom kell. De a maradék időt együtt töltjük. Ó, Indi. Tegnap este óta egyfolytában rád gondolok. Te is csak rám gondoltál, ugye? Ez fantasztikus! Ugye nem mész vissza abba a szörnyű színházba? El kell intéznem valamit Mr. White-nak. Nem tudnál elvinni? Rendben. Jó. Ne felejtsd el a ma estét. Oké. A lakásomon 10-kor. Oké. És ne késd, drága. Oké. Szia. Szép autó. Igen, Mr. White. Időnként, tudod, elintézek neki ezt-azt. Remélem formában vagy. Ebben a körben jó, ha vág az agyad. Köszönöm. Hello mindenki. Hadd mutassam be egy barátomat. Alexander Wolcott, Franklin Adams, Dorothy Parker, Harold Ross, Edna Ferber, Beatrice Kaufman, Robert Benchley, George Kaufman és Indiana Jones. Isten hozza. Két, mi újság a Broadway-n? Semmi. Akkor mitől vagy ennyire izgatott? Csak nem vagy szerelmes? Öreg vagy te már az ilyen titkokhoz. Két, kik ezek? Főleg kritikusok. Edna novellákat ír, Dotti pedig verseket. Ügyes légy, este kárpótollak egy mennyei vacsorával. Ma este ne, nekem... Mr. Jones, mondja, megbocsátott a szüleinek? Miért? Mert egy ilyen fakú államról nevezték el. Én neveztem el magam a kutyám után. Kate mondta, hogy White új darabján dolgozik. Csak mint színpadi asszisztens. Remélem, jobb lesz az utolsónál. Nem tetszett? A rossz körülmények miatt fenn volt a függöny. Az első darabjánál azért jobb volt. Persze annál nem tudott volna rosszabbat csinálni. A rossz írót csak a rossz előadó rejti el. Sietnem kellett, hogy elérjem a szünetet. Ha burleszk sót akar, nézzen Ziegfeldet. De ez nem burleszk. És nagyon jó a zenéje. Na és a filmesztelen lányok? A Foley-ban ugyanez megy. Ők mitől jobbak? Az ízlés, Mr. Jones. Ziegfeld magasztalja a nőket. White... vetközteti őket. Minek ülnek be a premierre? Már mindent tudnak. Ismerjük. Ne higgye, hogy rosszak vagyunk. És főleg ne jelentse ki. Elég volt ebből. Gyermekeim, szórakozzatok. Szórakozást mondtam? Nem, ez csoda. Mámor, e
Egy ilyen kötetet nem könnyű félretenni. Erővel kell kidobni. Ó, Dotti, ne gúnyolódj. Inkább figyelj. És ámulj. Fogadjátok? Szeretettel. Egy Volkot első kiadásnál nincs nagyobb ritkaság. Csak a második kiadás. Üdvözlöm a körünkben, Mr. Jones. Mehet, Morin? 21-es? 23-as? Ó! Oh. Össz a következőt! Következőt! Megkerestem a kellékeket. És mondja, miért vagyunk ilyen sokan? White új kóristákat keres. Hozzak egy csésze kávét. Kávét? Ugyan minek? Hát csak mert... Egy kort nem árt meg senkinek. Igen, uram, de... Peggy! Mégsem. Na, meglátjuk. Szerintem az előző sorban a második tovább volt. Peggy! Indy! Oh. Úgy sajnálom, hogy elkéstem. Semmi az én hibám. Baj, én csak... Hogy kerülsz ide? Hiányoztál. Te is nekem. Mit keresel itt? A stábnál dolgozom. De jó neked. Én jól elrontottam. Nem maradj láttad? Itt! El ne menj! Andy! Mr. White, kérem, Schwartz. Egy kirúg. Igen, igen, tudom, de komoly gondjaink vannak, uram. Fél percet kap. Az a lány, Peggy Peabody. Nem volt túl jó. Tudom, de hallottam őt, nagyon jól énekel. Táncost keresünk. Tudom, de ő tényleg jó, George. Tehetséges, tényleg jó választás lenne. Mr. White, az a lány, Peggy Peabody. Igen! Imádtak! Tényleg? Holnap kezdesz, megfelel? Oh, Indy! Te mikor végzel? 6-kor, de... Találkozunk a kijáratnál, találtam egy nagyon jó helyet. De Peggy, nekem... Indy, úgy örülök. Életemben nem voltam még ilyen boldog. Indy! Indy! Telefon! Itt vagyok. Halló? Jojo? Ó, oh, két! Hello! Igen, tisztelődtek háza. Gyere ki a 47. és a Broadway sarkára. Ne vitatkozz, tartozom egy vacsorával. Oké, már alig várom, drágám. Van itt valami, Jones? Itt vagyok. Miss Shiler-től. Oké, a lakásodon. Oké, 8-kor. Oké, ott leszek. Aha, én is csókollak, igen, nagyon. Aha, igen, szia. Most 3 barátnőd van? Ma vacsorázom velük. Egyszerre? Mindegyikkel? Nem. Peggy 6-kor, 2 8-kor, Gloria 10-kor. George, mi történt? Mégis mibe keveredtem? Ez minden férfi álma. Ebbe keveredtél bele. 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 2 George! Peggy and Kate and Gloria, guess you're in love with all 3. The diner, the village, and Park Avenue. How will you know where you'll be? At 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 2 sounds like perfection to Lizzie me. Lizzie Dash. Ah.
Kösz, George! És vigyázz magadra! Hello, fiú! Jones! Hova igyekszik ennyire? Bekapnék néhány falatot, uram. Itt marad! Eltát kérek a jelmezekről! És 7 másolatot a forgatókönyvből! De uram, már 6 óra van, rendezvum lenne, és már is kések! Mozgás! Különben nagyon mérges leszek! Vén marha! Megyek, uram! Mozgás! Tehát már csinált ilyet? Az véletlen volt, biztos dolgozik. Mindegyik ezt mondja. De ő nem olyan. Peggy! Peggy, sajnálom, dolgom volt. Megértelek. Meg egy rabszolgahajcsár. Éhes vagy? Igen, nem ebédeltem. 2 csilis hotdog is belém férne. Meghívlak. 3 lesz. Oké. Peggy, vissza kell mennem a színházba. 25 perce kések. Indi, enned kell valamit. Tessék. Fies, a másikat meg edd meg útközben. Szia! Késtél? Bocsáss meg, dolgoztam. Nem ismered a telefont? Nem volt időm, sajnálom. Hát a vacsora nem várt. Hm? Ó, nem lett jó. De, ha nagyon alaposan átsütve szereted. Igen, igen. Ó, ez tényleg nagyon finom. Ne haragudj, igazságtalan voltam, nem tehetsz a késésről. Kárpótlásul csináltam egy kis tésztát. Ó, nem kell. Már majdnem mindent megettem. De ez finomabb. Majd ez meglátod, is. Milyen finom. Nézd csak meg. Okay. Felséges, nem? Egyél csak. Oké. Az igazság, hogy 30 perce a színházban kéne lennem. Ugye viccesz? Rohadt egy helyzet. Rohadt, igen. Igen, az rohadt, de sajnos ez a show business. Sajnálom. Vagy? Hogyne, éhes nagyon. Morrisnak meghagytam, hogy a kedvenc ételemet készítse el mára. Szerintem oda leszel érte. Igen. Ó, kicsi mackó, olyan fáradtnak tűnsz. Szükséged van segítségre? Tényleg nem vagy jó bőrben. Túl sokat dolgozol. Ebédeltél? Látod? Sokkal jobban kellene vigyáznod magadra. A napi 3 étkezés nagyon fontos. Azt hiszem, inkább alvásra lenne szükségem. Nem. Nem hagyhatsz itt ilyen korán, mókuskám. Legalább várd meg a desszertet. Miss Schuyler. Állj! Megállni! Rossz irányba megy, Schwartz! Mi a fene történik itt? Ezek a lányok szörnyűek. Nem az ő hibájuk, uram, sokan újak. Mi történt a régiekkel? Siegfeldnél vannak. Sajnos sokukat elcsábította. A francba vele, úgyis tönkreteszem. 10 nap múlva bemutató, talán le kéne fújnunk. Akkor is bemutatjuk, ha belehalunk. Le fogjuk söpörni Siegfeldet. Telefon Mr. Schwartznak! Ó, nem. Hölgyeim, a 10-essel kezdjük. Ginger, veled kezdjük, oké?
te jössz, menj, menj, menj! Megint gyors! Mit gondolsz róla? Nem sokat. Én sem, gyenge. Oké, okay, elég volt. Drágám, ez nem megy. Nekem menne, csak adjanak esélyt. Tudom. Nem tehet róla. Ez a dal szörnyű. Kisasszony, hogy mondhat ilyet? Ez az eddigi legjobb dalom. Mr. Vágy! Bajban vagyunk. Tudom, hogy old meg. Próbáld meg Peggyvel. Nincs elég tapasztalata. Viszont tehetséges. Tudom, hogy képes rá. Tanítsd meg. Ez lehetetlen. Semmi sem lehetetlen, George. Hadd próbálja meg. Mit felelsz? Ez valami vicc? Bár az lenne, minden támogatom, kiszállt. Siegfried betett nekünk. Az nem lehet, megvolt. Leszerződtünk. Sajnos nem írtuk alá. Én figyelmeztettem, új támogatók kellene. És hol találok most támogatót? Nem tudom, de ha nem sietünk, nem lesz bemutató. Sőt, mindent bezárhatunk. Mennyi kell? Tadá! Aj. $20,000. Mint a 20 millió lenne. Ó, szegény Mr. Gershwin. Szegény te. Most mikor lenne lehetőséged? Túl fogom élni. Mr. White nem tud pénzt szerezni? Sajnos nem, le van égve. Adósságai vannak. És mi lesz a darabbal? A héten még dolgozunk, de aztán, ha nem jön valami csoda. Így nem kapod meg a pénzedet. Mind ki leszünk rúgva. Mennyi pénz kellene? 20,000. Mint a 20 millió lenne. Ide adod a telefont? Igazad van, mondd le a foglalást, most nincs kedvem enni. Halló? A világ legédesebb papájával beszélek? Although I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true. Bert! Bert, még lassabban kísérd. Bocs, Peggy, te ügyes vagy. Újra. Állj! Állj! Mindenki színpadra! Jöjjön! Srácok, bemutatok nektek egy valódi földre szállt angyalt. Íme J.J. Schuyler az új támogatónk. A show meg van mentve! Kér, valami különlegeset? Ne, folytassák, amit csináltak. Oké, okay. Munkára! Egy tessék! Nem, ide! When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream, and of course Prince Charming is the theme. Ideges, és nem jó a tempó. Jó vagy nem, a lány rossz. Ez inkább a kislány nagyon ügyes. Úgy véli, Mr. Schuyler? Szerintem nagyon jó, vagy nem? De igen, nagy tehetség. Oké, okay, drágám, tiéd a szerep. Szép volt, Peggy. Mr. Schuyler, benéz a kulisszák mögé. Ha megengedi, Mr. White. Kövessen, Mr. Schuyler. Indi! Indi! Megkaptam! Super van! Ez fantasztikus, Indi! Nyugodj meg! Nem hiszem el! Tudom! Megint nagy voltál, tényleg! Senki sem hallotta még ilyen fantasztikusan énekelni, de komolyan! Szervusz, fia! Jó napot, hogy van? Szeretnék beszélni. Önök ismerik egymást? Hogyne, az úr, a lány, a udvardója. De nem akarom még egy kicsit. Gloria. Szia, drágám. Hello. Ez a show business. Igen, ez uram. A szelepek acélszíve lüktet, pulzál, életet lehel a századba. Ez a gépek kora.
Köszönöm. Az utolsó vers címe Shakespeare-től való. A szerelmi légy ott. Vihar tombol a város felett, az ég fekete, mint a korom, betonszakadék keletkezik, de végre látlak felém rohanni. Életem, szerelmem, a hajnal a várost hirtelen arannyal vonja be. Még a járda is ragyog. Igen. Két, ez túl értékes. Neked írtam. Hol voltál? Tudom, sajnálom. Órák óta várok rád. Tudom, de nem tudtam megszökni. Abból a csúnya színházból, ugye? Igen, próbáltunk. Nos, akkor legközelebb mondd meg annak a Mr. White-nak, hogy téged engedjen el korábban. Vagy menjek oda személyesen? Nem, nem, most nem lehet. Egy hét múlva van a premier. Ó, mackó, az a buta darab nem ér ennyit. Tudom, tudom, igyekszem pontosabb lenni. Én is segíthetek benne, hogy az legyél. Ne, Gloria, ez túl értékes. Ó, mackó, most már nincs több kifogás, te rossz fiú. Jól van, együnk. Így énekeld a dalodat. Igyekszem. Menni fog. Bocs. Hello. Feltartottak. Indi, te izzadsz. Várcsak. Tartsd meg, a tiéd. Látod a betűket? A nagymamámtól kaptam. Neked adom. Peggy, ez túl személyes. Ezért adtam neked. Ez őrület. Komolyan mondom, George, egyszerűen nem bírom tovább. A tökéletesség ára. Választanod kell. Nem megy. Nem tudok. Peggy annyira aranyos. Két olyan olvasott és okos. Gloria olyan gyönyörű. És gazdag. Legalább az egyiket elhagyhatnád. De melyiket? Peggyt nem. Kétet nem. És Glóriát sem, az örege a fő támogatónk. Látod, lehetetlen. Don't be downcast, poor little boy, when the world goes wrong. Something always comes to destroy things we have planned so long. Our visions of gladness we keep in view. But somehow they seldom come true. George, mit csináljak? Hallottam, hogy komoly bajban van Mr. Jones. Igen? Mármint az előadásuk. Ziegfeld már katasztrófáról beszél. Ő azért kissé elfogult. Emellett nagyon befolyásos is. Mit jelent ez? Sokat tud ártani a darabjuknak. Például lemondhatja a hirdetéseit. Lemondja? Ha egy lap jó kritikát ír a Scandalsről. Megteheti? Hm? Ez köztudott. De ez nem fair. Üzletben és szerelemben minden az. Nem látod, hogy a Broadway vérrel van kikövezve? Azt mondjátok, hogy meg fog zsarolni benneteket? Így van. Hál' Istennek a Sentinelnek nem én írom ezt. És ti hagyjátok, hogy ezt megte... Hagyjuk, hogy ilyet tegyen velünk? Bocsánat. Mi? Veszélybe sodorva a sajtó makulátlan hírét? Igen? Soha. Mindegy, hogy mit csinál Ziegfeld. Ti korrektek lesztek velünk. Ha segítünk vele. Fel a fejjel, Indiana. Sok szerencsét. Szükséged is lesz rá.
Jones! Igenis! Csinálja! Ha elintézetlen dolgot talál, csinálja! Gyerünk! Hölgyeim, mozgás! Igenis! Jones! Nem láttad Bonzót? Bonzót? Tudod, a majmom. Nem, és már mondtam, hogy ne engedje ide! Soha! Bonzó! Hozd a Peabody csajt! Most! Peggy! Indi! Hol voltál? Elkéstél! Sajnálom, nincs nálam óra! Menj! Még egy késés, és kirúgtam! Minden szereplő a színpadra! Nos, köszönjük, hogy megtisztel minket a jelenlétével. Elnézést, Mr. White! Tud énekelni. És táncolni is tud. Although I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true. To me it's clear that he'll... Kár, hogy a kettő egyszerre nem megy. Ez a jelenet biztos kudarc. Már így is túl hossz. Így van. Kihúzzuk a jelenetet. Meg a finálé díszleteit, kösz. Figyelj, nem a te hibád. De igen. Azt hittem, van még idő, és nem volt órám. Ha még egyszer elkésem, meg ki fog rúgni. De nem késel el többször. Tessék, ez a tiéd. Jól van. Oh, oh, oh. Sok a munka? Nagyon. Feküdj le pihenni. Én pedig főzök valamit, amitől mindent elfelejtesz. Felveszed? Igen. Halló? Hello, drágám. Én vagyok. Honnan tudod ezt a számot? Az adataidból. Tudod, hogy én vagyok a főnököd. Jó, jó. Mi van? Akarlak. Mi? A papa elutazott egy kis időre, és úgy félek egyedül. Gyere ide, és védj meg. Ne. Nagyon fáradt vagyok. Úgy félek. Kérlek. Nem, tényleg nagyon kimerült vagyok. Ó, de akarom. Nem bánod meg. Oké, elindulok. Jaj, de jó! Pá, édes! Jó, szia! Ki volt az? A színházból kerestek, most azonnal vissza kell mennem. Sose lesz vége. Olyan szívesen segíteni. Igen, tudom. Oh, Indi! Hát nem fantasztikus. Mennyei ez az érzés. Indi! Igen, hogy mit, dehogy nem, de persze. Persze mi? Persze, amit az előbb mondtál. Elaludtál. Nem, dehogy. Rád gondoltam. Olyan, mintha épp felkelne a nap. Igen. Hirtelen a város aranyba borul, csupa fény. Igen.
míg a járda is ragyog. Ó, drágám, ez olyan gyönyörű. Csodálatos. Egy versből van? Igen. Igen, de még nem adták ki. Ó, tényleg? És nekem írtad? Hát... Köszönöm, köszönöm, drágám, ez életem legcsodálatosabb ajándéka. Még a járda is rogyog. Indi, tudod, mit csinálok vele? Mit? Bevésetem a cigaretta tárcámba, aranyozott és maragdzöld betűkkel. Csodálatosan szép lesz. Igen, az. Figyeljetek, ezt nézzétek meg! Mr. Jones! Sok szerencsét, drágám. Szeretlek, Gloria. Kedves Peggy, kéz- és lábtörést. A tiéd vagyok, Indi. Sajnálom, Mr. White, a gép volt. Engem nem érdekel, hogy mi az. Azonnal javítsa meg! Rendben. Maguk rettenetesek. Ez lenne a finálé, és katasztrófa az egész, és holnap este premier lesz. Tehát fáradtak! Igen? Nem érdekel! Tehát fáradtak? Hát figyeljenek! Előről kezdjük az egészet, és dolgozunk, amíg össze nem esünk. Aztán pedig fölkelünk, és dolgozunk tovább, tovább, és tovább! Oké! Helyetekre! Figyelj! Állj! Gyorsan, következőt! Mosolyt! Néhány óra múlva vagy sztárok leszünk, vagy munkanélküliek. Isten dönt rólunk. Meg a kritikusok. Eszembe jutott valami. Szülinapom van. A 21. Ha megjön, menjen a fényszórókhoz. Fogalmam sincs, Indi! Hogy... Peggy, miért nem vagy még beöltözve? Köszönöm a csodálatos rózsákat. Oké, Peggy, várj! Indi! Megőrülök. A szerkesztő akarta. A szerkesztő? A színi kritikusunk beteg, jönnöm kellett. Vitatkoztam, de hiába, de ne aggódj. Nagyon objektív leszek. Oké. Sok sikert. Jól van. Ne, két a... Hello, drágám. Hello, Gloria. Uram, nem lenne szabad itt lenniük. Kérem, hogy... Sok sikert kívánunk, Mackó. De Gloria... Így igaz, fiam. Erre az estére sokáig fogunk még emlékezni. Egyetértek, uram. Nagyon sokáig. Nekem mennem kell. Jones, jöjjön ide gyorsan!
Mi történt? Ziegfeld, az történt. Macnek sok sikert ma estére. A legjobbakat Flo. Ki irányítja a show-t? Maga. Én? Nincs más. Ne, Mr. White, én erre nem vagyok a... Gyerekjáték, megoldja. Ajánlom, mert ha nem, kinyírom. Oké, mindent bele. Jones! Készítsétek elő a második jelenet díszleteit, nyugi, gyerekjáték lesz. Hívd a táncosokat, gyerünk gyorsan! Színpadra, kezdünk! Siessetek, gyerünk! Hogy nincsenek meg a jelmezek? Eltűntek. Eltűntek, de hogy tűntek el? Valaki ellopta őket. Csak a tollak vannak meg. Mit csináljunk? Vegyétek le! Vegyétek le! Vegyétek le a tollakat! Parancsoljon, Mr. Hammer. Harry, Frank, készüljetek! Adonai Elohim Melech Hailom. Kérlek! A hatost, a hetest és a kilencest. Világítást le! Legalább nem késnek. Függönj fel! Isten! Be az autót, be! Everybody do the scandal walk. It's easy! While you listen to the scandal talk. So breezy! Pick someone out. Húzd le! Menj már! De lassan, lassan! Oké, függönyt le, a hátteret fel! Fény maradjon! Az öltözőben ragadt! Ott fáj! Nem tudom kinyitni! Vigyázz el az útból! Tegyen le! Tudja, hogy ki vagyok én? Tudom, maga a Simi királynője. There's such a lot of things a tart can do. Hol marad a hármas, hármas? Valami beragadt, Indi. Someone
help me out. My lips are starting to pout. Come on and kiss me. I wanna be kissed. There's one ready, you see. So won't you take it from me? Come on and kiss me. I had a dream. I got scolded that day. My mama told me not to, but when I feel this way, I got to, got to, got to. There's no harm in a kiss. And I don't és a 31-est! Három jelenet, gyerünk! Csodálatos volt! Fiúk, segítsetek már! Most a kagylókat, egy, kettő, három! Készülj! Harry, sikerülni fog? Indi, elromlott a forgó. Ne! Menjen vissza, ismételjen! Minek? Tönkrement a forgó... vissza! Valami nem stimmel. Fogja be! Reménytelen. Mi a baj? Mi történt? Nem lesz meg a finálé. Még egy perc van hátra, most mit csináljunk? Hol van Peggy? Peggy? Ott van fent. Gyere! Mi? Mr. Gershwin! Gyorsan, előadod a dalt. Tessék! 20 másodperc! George, a zenekar ezt nem ismeri! Nem kell a zenekar, majd én eljátszom. De, Mr. Gershwin... Ne aggódj, nem lesz baj. Ne feledd, úgy, ahogy elpróbáltuk. Gyorsan, menj! Ez akar lenni a finálé? Figyelj, Dagi, fogd be a szádat. Bocsánat. Köszönöm. Nagyon számítunk rád, és nem fogod elrontani. Menj, menj meg az előadást! Nem, ez nem fog menni! Dehogy nem! Menni fog! When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream. And of course, Prince Charming is the theme, the he for me.
Mutatlak pár embernek. Csodálatos volt. Gyere, ígyunk meg valamit. Rendben. Azt hiszem, átütő sikert arattunk. Még várjuk meg az újságokat. Ugyan, semmi értelme. Most, fiam, a mai este után azt hiszem, sokat fogjuk még látni. Ez egészen biztos. Elnézést, Gloria, uram. Hová rohan állandóan ez az átkaszott gölyök? Jaj, apa! Két! Ó, imádták! Dotti szerint évek óta nem volt ilyen szuper, jó traba Broadway-n. Itt vannak! Na és jók? Hogy jók-e? Két! Téged nem érdekelnek a lapok? Nem, inkább azt mondd el nekem, hogy te mit írtál. Szenzációs botrány! Az első felvonás kicsit nehézkesen. George Gershwin zenéje felülmúlhatatlan! Ez az ötlet eredetileg tulajdonképpen... A fali megszégyenítve! Küldj egyet Flónak a jó kívánságaimmal! A stáb kiváló munkája pedig... Te nem is figyelsz rám. Dehogy nem. Peggy Peabody előtt, a Broadway új csillaga! Így van, Peggy, megérdemled. Nem hittem. Elmondom Indinek. Tessék, újságot mindenkinek! Hagyj egyet nekem is! Peggy! Indi, ez... Úgy örülök. Rendbe teszem a sminkem, nem baj? Nem, nem, menj csak, maradj, ameddig akarsz. Hol van Két? Csak nyugalom. Elküldtem az öltözőbe. Ne! Miért? Mi van? Hát Peggy is odaindult. És hol van Gloria? Gloria, ő... Ah.
Még a járda is ragyog. Köszönöm. Nos, csak azt mondhatom, hogy sosem felejtem el ezt a csodálatos... Igen, találékony fiatal. Peggy, Gloria, két, mindent megmagyarázok. Egyikőtöket sem akartam megbántani soha, de soha nem teszek ilyen aljas dolgot. Megígérem! Semmire kellő. Ezzel vége. Doblak. Te alávaló. Szemét. Szánalmas. Ha, 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 ha